Nem az én napom. Igazából mindig jó sorom volt, amióta az eszemet tudom. Persze, nekem is voltak gondjaim. De mik is voltak ezek? Hova menjünk üdülni? Utazzunk a tengerhez, vagy sieljünk a hegyekben? Okostelefont vegyek magamnak, vagy Xboxot? Vagy mégis inkább egy PlayStation-t? A Borussia már megint kikapott a Freiburgtól. Pedig mindez felesleges marhaság. Mert ahhoz, hogy megtudjuk, kik vagyunk, mi az igazán fontos, és főleg kit szeretünk mindennél jobban a világon, előbb nyakig kell ülni a szarban. És most épp benne ülök. Ez egyébként én vagyok. Till Reiners. És ez vagyok nagyjából 72 órával ezelőtt. Ah, Kolhágé, Körbendek. Zavarunk? Nem, egyáltalán nem. Ellenkezőleg. Épp most készítettem el önöknek a hitelajánlatukat. Jó napot. Jó napot. Foglaljanak helyet. Hát akkor kérem, itt és itt írják alá. Ezzel az aláírással pedig igazolják, hogy szakszerű tanácsadást kaptak. Akkor sok szerencsét kívánok az új saját otthonukhoz. Meglátogathatna minket, ha beköltöztünk. Szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Till, gyere még gyorsan elkészítjük a fotókat Walter úrnak. Csak meg kell nyomni. Jó, én is tudom. Így. Francba nem látok semmit. Így. Jó, még valamit. Ezt a szöveget énekeld a lyukas már a vödröm dallamára. De már megállapodtunk a Sweet Dark Angel-ben, az nagyon jól megy. Jó, de azt a kutya sem ismeri, és mindenki énekelni akar. Hé! Hey. Jó, szóval ez lenne az. Lyukas már a vödröm... Elnézést, egy kis belső ünnepséget tartunk. És az öreg lány az ugrálóvár? Szuper darab. Csak azért, hogy világos legyen. Az ott egy 68-as Mustang Fastback V8-as. Érti? Igen. És most megvehetné 20.000 euróért, igaz? Nem, ezt sosem mondtam, már 15-ért megkapom. De 5-re még szükségem van, mert szeretnék elmenni a csajommal nyaralni. Van egy szép dél-francia város, Cherbourg. Ah, Cherbourg. Pardon. És tud adni valamilyen biztosítékot, Navroki úr? Úgy tűnik, hogy nem egészen értettél meg. Még egyszer elmagyarázom, figyelj rá. Tehát a biztosíték lényegében a kocsi. 15.000-ért szinte ajándék, az ára már csak felfelé megy. Nem úgy, mint a szar részvényetek.
Kérem, ne értsen félre, de nem adhatok magának csak úgy egy 20 000 eurós hitelt. Persze, ha igazolni tudna egy rendszeres jövedelmet, másképp festene az ügy. Ha visszajöttem a nyaralásból, azonnal elkezdek dolgozni. Á, rendben. Mint micsoda? Mondhatni, mint all-round manager. All-round manager. All-round manager. És eddig miket dolgozott, ha szabad érdeklődnöm? Falaztam. Falazott? Az jó dolog, az biztos jó alap. És kőművesként vagy? Falasztam 3 évig. Nabruki úr, én igazán megértem a kérését, de sajnos a bankunknál vannak bizonyos szabályok, amiket nem hághatok. Jó, én mindent értek, de akkor az ott mi? Tessék? Az a kép ott, a reklám. Éld meg az álmodat, ez én is lehetnék. Aki itt ül, az ügyfeled. Valami nincs rendben vele, igaz? Nézd csak meg jól. Úgy nézek én ki, mint az a tök fej. Gondolod, leállnék egy ilyen vénséggel, mint az a nő ott? És miféle autó az, egy Mercedes csillag nélkül? Szerintem szándékosan lett ilyen, mert... Valóban? És miért? Azért, megmondom, hogy miért, öreg, mert ez csak egy kamu, az egész kampány egy kamu. Tudod, mit teszek most? Becsülettel megkeresem azt a pénzt, te meg ülhetsz itt tovább, hogy megvezesd az embereket. Kap be, te barom! Seggfej. Három, négy. Negyen éve abultál ő az úr, úgy ismerjük, Walter úr, mindig vidám, kedves velünk. Ő a legjobb ügyfelesünk. De érzi már az öreg róka, hogy hívja őt az otthoni szófa. Otthoni szófa, otthoni szófa, otthoni szófa. 40 év nagy idő, gondoltam akkor, amikor itt, az Osztoffeni Takarékbankban aláírtam a... Elköszönöm. Te a tanulmányi szerződésemet. Igen. Hogy lehet ezt kibírni? Minden nap egyforma. Mégis az benne a jó, hogy minél öregebbek leszünk, annál gyorsabban múlik az idő. Most 60 éves vagyok, és azt kérdem magamtól, hová tűntek ezek az évek? Ennyi lett volna az egész. Nem kérsz te is? Hm? Hogy nem kérsz te is? És veletek együtt. Köszönöm. Erre emelem a poharam. Valódi műanyagból. Köszönöm a csodás ünnepséget. Prosit! 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 A kaszni csak álca, belül egy V8-as dübörög. Egy Ford Mustang. Nem túl nagy kerülő ez neked? Á, ugyan már. Nem sietek. Értem, de ezen most nem tudok változtatni. Jó, akkor találj ki valamit. Jól van. Igyekez, ha lehet. Vár csak. Hol csavarogtál? Hiszen szóltam, Walter úr szülinapja. Azt mondtad, hogy 8-ra érsz haza. Mindjárt kezdődik a fotózás. Csak 3 órára kaptuk meg a stúdiót. A képeknek hétvégéig fel kell kerülniük a netre. Tudod, hogy ez milyen fontos nekünk? Igen, de még haza kellett vinnem Walter urat. Ez az én karrieremnek fontos. Nikónak meg mi baja van? Elvesztett a nyúlját, már mindenhol kerestük. Nem is csoda ebben a kuplerájban. Majd átviszem a cuccokat Inához. Később jövök. Sok sikert. Hát, szia, kis törpém. Mi a baj? Eltűnt a nyúnyó. Eltűnt nyúnyó, szörnyű. Elcsavargott valahova? Nem tudom. Nem tudod? Nem, eltűnt. Kiabáljunk neki? Nem. Na, gyere, megkeressük. Nem. Felkeszük a szemüveget, úgy könnyebben meglátjuk. Szuper. Esetleg nézzünk be ide, talán megéhezett. Vagy elbújt a hűtőben.
Az meg micsoda. Oda néz. Hello, én a ronda táska vagyok. És te ki vagy? Nem állsz szóba velem? De miért nem? Mert olyan ronda vagyok. De aki rondának tart, azt fel kell falnom. Fel akar falni mindkettőnket, meneküljünk! Be az ajtót, Csipírc! Igen! A történelem fontos hagyománya. Elég volt ebből, fejezd be! Elköltözöm! A holnapi várható időjárás. De előbb rendet teszünk az asztalunkon. Hívja a 72-69-99-et. Megérkeztünk! Oh, fantasztikus este volt. Csodás! Szia. Mikor jössz át holnap? Mint mindig, úgy 9-kor. Nem kell sietned, még csinálunk egy privát fotózást. Figyelj csak, nem akarsz előre ülni? Hát. Minek, nem lakom messze. Maradj csak hátul. Szia! Szép estét! Reiner Szoszthofeni takarékbank, jó napot! Szia, én vagyok. Szia! Vennél hazafelé WC-papírt és egy uborkát? Jó. Jó, és még valami. Nem is beszéltünk ma reggel. Köszi, hogy elvitted Nikót az óvodába. Nincs mit. A tegnapi esténk igazi siker volt. Márius csodásnak találta a képeinket. Remek. Hiszen ez szuper. Örülhetnél neki. De hisz örülök. Pedig nem úgy hangzik. Hú, király! Örülök! Márius tök lelkes. És szerinte feltétlenül be kell mutatnunk a táskáinkat a Summer Street Shoppingon, még a költségeket is állja. Igen. Milyen shopping? Summer Street. Az meg micsoda? A legmenőbb indie divatvásár. Minden fontos márka jelen van. Csak az a baj, hogy a vásár július 12-től 17-ig tart. Akkor indulnánk nyaralni. És ha egy héttel később mennénk? Ezt mégis hogy képzeled? Már februárban előjegyeztem a szabimat, és mindenkivel egyeztettem. Nem tologathatom össze-vissza, hogy nekem tetszik. Oké, és ha egy hétre mennénk kettő helyett? Megbolondultál? Kell a szabi! Tele a tököm itt mindenkivel! Te talán megvalósíthatod magad a vackaiddal, de én keményen dolgozom és pénzt keresek! Ezt meg hogy értsem? Elvégre én is keresek pénzt. Az csak se pénz. A szabad időmben pedig Nikóval kell törődnöm, és még ezt sem tisztáztuk. Egy pillanat, amint Nikó óviba jár, folytathatom a projektemet. Így szólt a megállapodás. Azt is megmondtam, hogy nem fogok egyik napról a másikra pénzt keresni ezzel, de a Summer Street-en találkozunk az állandó beszerzési vezetőjével, és ha felvesznek minket a választékokba... Igen, az edényfogóitok a Gucci és a Gabbana mellett. Már hallani sem bírom, Miriam, ne csináld ezt a fenébe is! Hey, ne rajtam töltsd ki a mérged, nem tehetek róla, hogy kiborít a munkád. De ebből a munkából van mit tennünk, és ebből fizetjük a ház és a kocsit részleteit is.
Én is szívesen kirándulnék, virágot szednék, és jeges kávét szürcsölnék, de egyikünknek muszáj pénzt is keresnie. Folytatnunk kell a munkámat, majd beszélünk. Na? Francba! Basszus, basszus, basszus! Te szarházi kurva pecér! Francba! Hát itt meg mi történt? Közös ima szünet. Mindenki vissza a földre! Liam, állj fel! Azt mondtam, állj fel, gyerünk! Van kocsid? Van kocsid? Nem, nincs autóm, nincs autóm! Te lány, állj fel, neked szóltam! Állj fel, minden rendben! Nézd rám, azt mondtam, nézd rám! Van autód? Hagyd őt békén! Mit mondtál? Mit mondtál, te kis böcsfej? Mit mondtál, te pöcsfej? Nekem van autóm. Hol? Mi? Hol van a kibaszott autót, te pöcsfej? A parkolóban. Van hátsó kijárat? Igen. Hol? Hátul. És hol az a hátul? Ott. Pöcsfej, most felemész. És jól figyelj, ha kiállt, az kinyírlak. A levegőt veszel, kinyírlak, és titeket is. Megértettél? Mozgás, ha kiállt, az kinyírlak. Megértettél? Kinyírlak. Nyisd ki a kocsit, szarházi! Az az én kocsim. Azt mondtad, hogy van egy autó, de ezt... Na, szállj be! Szállj be a kocsiba! Igyekezz már, pöcsfej! Igen. Mi ez? Ez gyerekülés. Csak ki kell kapcsolnod. No, francba! Dünnyünk el innen! Átkozott kurva beszél, megértettél? Indulj már, te pöcsfej! Indulj, pöcsfej, mi lesz már? Ez meg mi? Mi ez a ding-ding-ding? Az öv... Kösd be magad, te idióta! Kösd be magad! Gyorsabban! Megöllek! Igen, igen, semmi, kinyírlak, semmi, kinyírlak, semmi, kinyírlak. Semmi, minden rendben! Kinyírlak, kinyírlak! Kinyírlak! Ez meg mi? Nem látom! Taposd bele! De hova menjünk? Az tök mindegy! Menj már, pöcsfej! Gyorsabban! Hajd csak rá az autópályára, az nem túl jó ötlet, úgy hallom, több helyen lezárták a belső sávot, a sokdugó azért van... Nem értettél meg, te idióta! Igen. Kinyírlak, világos? Igen. Ez a kibaszott életed utolsó napja, megöllek! Igen. Gyorsabban! A fenébe. Mi van? Baleset van előttünk. Miféle baleset? Mi a szar van itt? Már vissza sem mehetünk. Hajd sem mellette! Hé! Ott egy rendőr. Egyenesen felénk jön. Stop, francba! Szétveröm ezt az ajtót! Gyerekzár van rajta. Figyelj ide, töpöcsfej. Jól figyelj. Ha bármit is csinálsz, egy nyikkanás, egy hang, bármi, lepuffantalak, megértettél? Okay. Azt kérdeztem, hogy megértettél-e, te pöcsfej? Csak nyugalom. Csak nyugalom. Bankrablás, a tettes elmenekült. Magával vitt egy túsz. Mire készül, jó ember? Azt hittem, elhajthatok a sor mellett. Tévedett, ezt a sávot szabadon kell hagyni, soroljon vissza. Elnézést. Nem láttam az arcát. Fogd be az átkozott pofádat is, hagyj! Tényleg... Csak egy pillanatra láttam. Nem is tudnám leírni. Teljesen átlagosnak tűnik. Nézze, ezzel nem akartam megbántani, csak... Tudja, nagyon rossz az arcmemóriám. Ez egészen furcsa nálam, még Brad Pitt-tel is így vagyok, mert vagy 1000 filmet láttam vele, és a végén mindig csodálkozom, ha meglátom a stáblistát, vajon kit játszott? Fogd már be a pofád, az idegeimbe mész! Oké.
Mi a szar ez? Nyunyó! Ez meg miféle buzimackó? Ő a fiamé, Nikóé. Már mindenütt kerestük. Nikó 3 évese, augusztus 4-én lesz 4. Ez nem egy mackó, hanem egy nyúl. Ez meg mi? Nikó zenéje. A francba! Rohadj meg! Közlekedési híreinket hallják. A Heidelbergi autópályán útépítés miatt... Ez meg mi volt? Van nálad mobil? Van nálad mobil, te rohadt pöcsfej? Miért nem mondtad, te rohadék, hogy mobil van nálad, mi? Azért nem kérdeztem. Hol az a vacak? Hol? Itt. Te rohadt. Kurva beszél. Ezt nem hiszem. És ez itt, Nikó? Augusztus 4-én még csak 4 éves lesz. Előzd már meg! Figyelj már oda! Tapusd belem! A francba! Elnézést! Minek vettél ilyen szart ragacsot? Sajnálom. Frankfurtnál torlódásra számítsanak. A kocsi az apámé volt. Az A1-esen nem jeleztek... Fél évvel ezelőtt meghalt. Sajnálom. Tényleg sajnálom. Fogd a pofát! Állj meg ott! Álljak meg! Állj meg végre! Elnézést! Zállj ki! Vigyázzanak, kérem! Kérem, maradjanak a kordon mögött! Le tudná írni a túszt? Inkább alacsony, masszív. Szőkehaj, kék szem. Van róla fénykép? Á, fénykép, igen. Pillanat. Itt van. Elég rossz minőségű. De annyit már tudunk, hogy délies akcentusa van. Ki akar ez lenni, Snoop Dogg? Nem, ez Mr. T. Az A-Teamből. Ezek a rapperek úgyis, mint bűnözők. Nézze csak! Általában Reyners úr egészen normális képet vág. Kiderült a pontos összeg, amit elvittek tőlünk. 18.670 euró. Központ itt az 1.18-as. Megadnátok a lakás számát? Igen, 1.18-as. Az AKCM-nek 125-be kell mennetek. Van még egy személy leírásunk. Rögzítenétek? Bemértük a Tűz mobilját. Valahol Frankfurt környékén járnak. Figyelj, a dohány a táskában. Megjelölt, számozott, vagy van más szemét banki trükk? Nem. Számozott bankjegyek át. Remek. Hello. Hogy vagy? Na? Jól, és te? Meg vagyok, de... Figyelj rám, baby, figyelj, rövid leszek. Pakolj össze néhány holmit, és holnap egykor találkozunk. Pontban egykor a túlvilág előtt, oké? Okay? Miért? Majd elmondom. És hová megyünk? Azt nem mondhatom meg. És miért nem? Mert meglepetés. De én most akarom tudni. De úgy nem meglepet... Mondd már meg! Nadine! Itt már nem is érdekel. Halló, itt a Reyners család. Nem vagyunk itthon, vagy nem tudjuk felvenni a telefont. Hagyjon üzenetet a sípszó után. Ébeler vagyok az Osztófeni rendőrségtől. Kérem, hívjon vissza Reyners asszony, a férjéről van szó. A számom 02354001. Dear Reyners, sajnos most nem elérhető, de hagyhat üzenetet a rögzítőmön. Tehát nem akarsz beszélni velem. De tudod mit, igazából én sem veled. Ma nem alszom otthon. Nikót elviszem az anyámhoz. Így lesz időnk végig gondolni a kapcsolatunkat. Szia!
Hé, öreg! Igen? Cherbourg, Cherbourg, vagy hogy hívják ezt a szaros helyet? Hogy írják ezt? C-H-val. Betűzd le. C-H-E-R-B. Várj már egy kicsit. C-R-O, vagy hogy volt? C-H-E-R-B-O-U-R-G. B-O-U-R-G. Türelem, már is tervezem az útvonalat. Miféle nyálas hang ez? Szerintem jó pofa. Nagyon vicces. Övet bekapcsolni. Indulhatunk. A távolság nagyjából 855 kilométer. A francba. Tudsz játszani rajta? Na és mit játszok? Majd tudom én, boci-boci tarkát. Hé, ne már! Játsz valami rendeset! Rá van írva, hogy rock and roll! Ez mi is? Donár. Énekelt. Yeah, it's all right. She's my sweet dark angel. Yeah, yeah, it's all right. All right. She's my rock and roll queen. Donárék, tényleg királyok. Igen. Hogy is hívják a szemkötős fiszkót? Kid Snake. Kid Snake. A volt dobosa Brian Miller megdugta az első nejét, Gina Hemsworth, az ausztrál csúcsmodellt, mire Snake kidobta a zenekarból. Brian annyira berágott, hogy kinyomta a szemét a dobverővel. Azóta félszemű Snake-nek hívják. Tényleg? Én azt hallottam, hogy késelésbe keveredett huligánokkal. Igen. Talán az egész csak legenda. Talán csak azért hord szemkötőt, mert olyan menő. Kid Snake mindenképpen menő. Igen. Nem, kösz, nem iszom alkoholt. Ha nem muszáj. Miféle nyámnyilabál az ez, haver? Igazi puha pöcs vagy. Hogy hívnak valójában? Reiners. Szóval Till. Till Reiners. Nincs valami harci neved? Valami utcai név? Az enyém például Nappo. Nappo. A Nipponból ered. Japán harcművészet, érted? Martial arts. Technika. Mi állsz tovább? Yeah! It's all right! She's my sweet dark angel! Angel. Yeah. It's all right. She's my rock and roll queen! Mi a baj? Az a nyuszi ott olyan, mint nyúnyú. Eszembe jutott a film. A srácok tényleg menők. Nézd csak ide. Masha. Aranyos. Hány éves? 17. A hülye anyjával él a lengyeleknél. Valahol a bajoroknál is van egy film, de még sosem láttam. Ki tudja, lehet, hogy van még 20 vagy 30 valahol. Mi lenne, ha most hagyna... Mi lenne, ha most elengednél? Mi? Nem vagyok jogász, de azt hiszem, a túszejtést így ejtenék. Véked dumász itt, gőzöd sincs semmiről. Ez itt kimeríti az emberrablás tényállását, érted? Az legalább 5 év. A büntetett előéletem miatt 7 vagy 8. Akkor mi a szándék? Onnan a fenéből tudjam! Éhes vagyok a rohadt életbe. Ha Fretcher nem lépett volna le, akkor most lenne mit enni a francba. Mit szólnál a nyúlhoz? Nyúl vörösbormártásban. Illetve sörmártásban, mert nincs vörösborunk. Ott elől biztos találok rozmaringot és medvehagymát, és akkor csinál...
Mozgás. Ha bámulsz, abból nem sül ki semmi. Szerinted te tudsz főzni? Fú, ez egy nagy szar. Remélem az asszony többre képes ennél. Valójában én főzök. És szopnod is magadnak kell, mi? A feleségem nagyon sokat dolgozik, és csak későn ér haza. Divat tervező, és most fut egy nagyobb projektje. Figyelj ide, barátom. Neked inkább keményen meg kéne dugnod az öreg lányt, érted? Semmiféle főzőcskézés helyette. Egy nő fel akar nézni a pasiára, világos? Nem egy ilyen frusztrált alakot, aki értelmetlennek tartja az életét. Nem tartja értelmetlennek az életét. Csak most nehéz időszakot élünk. Előfordul egy hosszabb kapcsolatban. Valami korai midlife krízisben van. A férfiaknál ez idővel bekövetkezik. Idővel? Hogyan, Miri? Most őszintén. Mikor nevetett utoljára? Megint be akarsz zárni ide? Nem fekszem be oda. Ne húzz fel, mász be. Nem mászom be. Figyelj, te bemászol, én elindulok, felszedem a kedvesemet, aztán ha már megtettünk néhány kilométert, akkor felhívom a zsarukat és elmondom, hogy hol találnak. Mász be. És ha történik veled valami? Mi történne veled? Mit tudom én? Mondjuk baleset. Miféle baromságot beszélsz? Mász nem már be. Nem mászom be oda. Mász be oda. Nem akarok mász bemászni. Be. Nem, ez meg... már nem vicces. Engedj el. Menj már. Nem kapok levegőt. Nem kapsz levegőt. Nagyszerű, ez az apám autója. Leszarom és... Ahó! Ahó! A francba, gyere gyorsan! Gyere már! Hivano! Hé, Till! Gyere vissza a rohadt életben! Ezt itt akarta fegni? Kell egy kocsi. Azt is szét akarod lőni? Ufa be és fuss! Azzal ne próbálkozz, elektronikus indítás gátló. Hé! Megőrültél? Nincs benned semmi büszkeség, egy rohadt Skodát? Öreg, a cseh kurvák jók, de a kocsik szarok. Bőrkárpit. Francba! Még zöld volt, te majom! Telefonálni akarok. Nem akarsz te semmit. Már 24 órája eljöttem otthonról, Miriam és Nico aggódnak értem, csak annyit mondok nekik, hogy jól vagyok. Feküdj vissza. Miért? Mi lesz? Le fogsz lőni? A forgalom közepén, he? Fel akarom hívni a feleségemet! Feküdj már vissza. Oh, már felkeltél? Ma én főzök az óvodában. Oh, szuper! Mi van, Pufi? Még mindig nem jelentkezett. Nico? Bocsi, még nem vagyok magamnál. Jó reggelt! Jó reggelt! Vegyél ki egy törölközőt a rugáskosából. Nem aludtam valami sokat ma éjjel. Azt hallottam. Ó, oh, francba. Nem hoztam el a pendrive-ot. A szabás mintákkal? Igen. A fenébe. Nem tudnád elhozni? Én? Egyik megbeszélésem van, előtte már nem megy. Nem, még túl magas az alkohol szintem. Én is vezethetek. Hm? Tökéletes. Szép napot.
Reiners! Én vagyok. Phil. Jól vagyok. Jó, ennek örülök. Én ugyanis szarul vagyok. Miriam, figyelj rám, nincs csak időm. Biztos értesültél róla, hogy valaki elrab... Szóval, hogy úton vagyunk azzal a fiatal emberrel, aki a bankunkban kiszolgálta magát egy kicsit. Ó, a fenébe! Csak szólni akartam, hogy jól vagyok, és szabadon enged majd, amint túl van az ügyön. Minden esetre most ez a helyzet velem. Jó, akkor elmondom, hogy velem mi a helyzet. Egész este vártam a visszahívásodat. Miriam, az előbb most... Most én beszélek. Teljesen hülyének érzem magam. Hónapokig elmerülsz az önutálatodban, aztán rám zúdítod ezt az egész szart. Miriam, hiszen éppen azt mondtam... Szemétség volt, amiket tegnap a fejemhez vágtál. Azt hiszem, jobb lesz, ha egy ideig nem találkozunk. De úgy látszik, neked úgyis tök mindegy. Az is, hogy tegnap este nem aludtam otthon. Há? Hogy hol voltál? Azt nem mondom meg. Most magammal kell törődnöm. Majd jelentkezem, ha úgy hozza a kedvem. Ez képtelenség! Egyáltalán nem ad. Most ugyanis dolgozom kell. Szia! Miriam! Egek. Te még szánalmasabb flótás vagy, mint hittem. Felhívom még egyszer. Hiszen hallottad, mit mondott az előbb, nem? Nem is értette, hogy mi történt velem. Mert egész éjszaka nem volt otthon. És mit jelent ez? Valaki mással kefél. Gyere! És persze, te szegény barom, meg aggódsz, hogy miért jár olyan későn haza. El is felejtettem, van az a projekt. Projekt. Megmondom én neked, milyen projekt. Egy dugás projekt. Gyerünk! Nézd ezt a szépséget. Hát nem csodás. Ha? Mit mondasz? Most miért nézel ilyen hülyén? Tényleg nagyon lehangoló tudsz lenni. Bocsi, hogy eljöttem veled. Mit jelentsen ez? Ha engedélyezted volna azt a rohadt hitelt, nem lennénk itt. Hosszú! Hosszú! Francba. Befelé nyílik. Massa! Én? Miért én? Talán én menjek? Gondolod, majd átmászom én, hogy te beülj a kocsiba és megpattanj? Gyerünk, másszát! És a kutya? Ki van kötve? Nem kéne várnunk kicsit? Eleget vártam már, másszát! Bírod még? Mi van? A lábam. A lábam mindjárt csekbe rúg, nyisd már ki. Azt hittem, ki van kötve. Én is azt hittem. Nem bánt, ő Hitler, csak ugat. Jól van, Hitler, jól van. Jó kutya. Jó kutya. Fejezd már be. Hé, Osama, engedd. Elég, menj onnan. Osama? Azt hittem, ő Hitler. Nem, ő Osama. Hitler már széttépett volna. Hol az apád? Ilyenkor mindig szúnyókál. Mit keres az a köcsög a rúdon? Fogalmam sincs, nyisd ki a kaput, a kocsiért jöttem. Okos vagy, Osama. Szépen feltartottad ezeket a barmokat. Ügyes kutya vagy, Osama. Approach with caution, address me properly. State your business, my time is money. Make you disappear if you find that funny. Gyere ide, Osama! Gyere be ide! Osama, be ide, gyere! Jó kutya! Na! A hosszú, vén csataló! Minden rendben? Minden rendben, és nálad? Minden oké. De figyelj csak! Minek cipelsz ide nekem a házamba egy civilt? Hozzám csapódott. Tessék! Hát igen! Most mindennek hivatalosan kell működnie nálam. Adóhivatal. De ez nem egész stimmel. Miért nem? Itt 20 000 áll, de 15-ről volt szó. 15-nél válik el a szar a májtól, te mondtad? Igen, de 20-nál én szarom le a májat. Az nettó ár volt, fiam. Elfelejtetted az áfát. Elfelejtettem az áfát. 2850. Ebben meg mi ütött? 15 plusz áfa, az 17850. És akkor miért áll itt 20? Nem kell megvenned a kocsit, te csipzacskó. Kérdezett téged valaki, te levesbetét?
Mi az, hogy levesbetétet tök felfújt? A cég az én nevemen van. A 20 rongya seggem Kft. Vagy hogy hívják? Na ide figyelj! A saját fogaidat! Fogd már be a pofát, inkább szopásra használd a műfogait! Mit kérdez ki vele a dolgon? Idióta barom. Egek! Ülj már vissza, kérlek! Ha hamupipőkének nem kell, a kocsi eladjuk Aszlánnak, ő 25-öt fizet érte. Aszlán, ő ki a franc? Azt mondtad, hogy nem üzletez füstösökkel. A sitten nem, de kint más szabályok élnek. A sitten korrekt, vagy kint meg átbaszol mindenkit. Mióta is ismerjük mi egymást? Nappó, ez itt pusztán csak üzlet. Tehát, van 20 rongyod, vagy nincs? Hívd fel Aszlánt. Várj, várj! Megvan a 20. A szerződés nem is érvényes. Mi a francokat böfög már megint ez a civil? Csak felhívnám a figyelmét, hogy jogilag így érvénytelen a szerződés. Egy kereskedőnek ellentétben egy magánszemélye legalább egy éves jótállást kell garantálnia, és ez itt nincs feltüntetve. Így a szerződés nem érvényes. Jogi szempontból. Ezen kívül eltér az órállás és a kilométer teljesítmény, de ez már túl messzire vezetne. Mi, a kocsi még csak 12 000 kilométert futott? Mi történik itt egyáltalán? Én Apó, nézd meg azt a kocsit, a motorja tökéletes. Persze, tudom. Elhiszem, nem is vonom kétségbe, de egy 68-as Mustang Fastback, amelyik csak 12 000 kilométert futott, szerintem 25 000-ért szinte ajándék. Mi az, hatod azt itt össze-vissza? Vethetnék egy pillantást a papírokra? Ha itt minden szabályosan folyik, akkor ez biztos nem jelent gondot, ugye? Még mindig szép a segget. Ah, ez remek. Elég sok itt a játék. Játékaim nekem is vannak, csak nem gyerekeknek. Mondd csak, a barátnőt pasi egy rocker? Ah, nem, dehogy. Talán régen az lehetett. Nézd, milyen alsónadrágot hord. Ez a fickó tiszta nyárspolgár. Hogy néz ki az a pendrive? Ah! És megkínálsz a te pendrive-ottal is? Itt? Igen, jót tesz a lakásnak. Tudod, hogy mióta nem keféltek itt? Ez téged is felizgat? Gyere már! Gyerünk, szállj ki! Szállj már ki! De elárulhatnálok. Tudom a kocsi rendszámát, elmehetnék a zsarukhoz.
Mondd csak, bár a feleséged férekúr, azért a fiadat szereted? Hát persze. Akkor menj vissza a családodhoz és tartsd a pofát. Jó, akkor... Király volt. És ha egyszer majd erre jársz, beugorhatnál hozzánk egy sütire vagy egy kávéra. Fogd már be. Oké. Igen? Már a pályán vagy? Az üzlet az üzlet. Mondd csak. Az a civil az előbb. Őt honnan ismered? Mi között hozzá? Egyenes gyerek. Mit akarsz tőle? Lenne neked egy kis munka, 10 rongyot. Hozzá kell hozzá a civil. Miről van szó? Figyelj ide, fiam. Adok neked egy kis játékpénzt. Te meg elmész Amsterdamba. Néhány albán papírokat ajánlott egy betörésből. Állítólag sokat érnek, de nem bízom a fickókban. Jöhet a következő menet. Teljesen kikészítesz. Ugyan már, ez még belefér. Miért itt a kis perverz? Ha te nem vagy képes kielégíteni... Akkor majd megoldom én. Te őrült vagy. Hello. Te disznó! Hogy már eszelad! Miriam! Hova francba? Nyisd ki az ajtót! Nyisd ki te azonnal! Kilógott miattad a velem, hogy csinálhassd a rohadt vacskaidat! A kurva élete! Minden álmomat feladtam! A zenét! És minden mást! Még a tökömet is a szegre akasztottam! A francba! Nyisd a házam mögött egy nyavajás, mindez vajon mondusz! Te mocskos kurva! Na persze, dolgoznod kell a projekted! Mióta tart már ez az egész? Ez a dugás projekt! Nyisd ki ezt a rohadt ajtót! Azt akarom, hogy költözzel! Ez az én házam! Amit a nehezen keresett pénzemből törlesztek! Világos! Húzz el az életemből! Most magammal kell törődnem! Megérkeztünk az úti célhoz. Üdv ide haza! Hé, lúzer! Mi van? Oh. Minden rendben, haver? Megcsalt az a dög. Már az elején megmondtam. Hazaérkezel, egy idegen pasas fekszik az ágyunkban. Ne. Ez azért. Hé, hey, ide néz! A francba. Most mit mondjak Nikónak? Hm? Fejezd be a nyavajgást. Szereztem egy kis munkát. Könnyű pénz mindkettőnknek. Mondd, te nem figyelsz rám? Tényleg nem érted? A feleségem mással dug! Igen, igen, értem, de most mit akarsz? Lógónyelvvel utána futsz? Figyelj, ha ezt elintéztük, bemegyünk a városba, belecsapunk a lecsóba, lazítunk egy kicsit. Van még más nő is a világon, nem kell a rinya. Na mi lesz már, gyere, szállj be!
Szállj már be! Rajta! Gyere, szállj be! Jól van, Homer. Szia, Ina! Szia! Figyelj, be kell vallanom neked valamit. Mit? Till azt hiszi, hogy megcsalod őt. Ugyan? Annyira kínos ez az egész. Hello, kicsi. Hello, baby. Megállt az órád? Azt mondtuk egykor. Csak te mondtad. Minek hívtál ide? Ha? Ki a Verda? Most vettem. Miből? Pénzből. Kiéből? Nadine, mi bajod? Nem egy rohadt quiz show-ban vagyunk. Legalább örülhetnél egy kicsit. Gyerünk, szállj be. Ez meg ki? Hello, Till vagyok. Téged nem kérdezett senki. Jöjj be hátra. Szia, Nikó. Nézú is. Nikó, bemennél kérlek a szobádba? Sürgősen meg kell beszélnem valami Tinával. Már találkoztatok. Igen. Kérsz valamit enni? Till Reinerst. Nikó, kérlek, kapcsold ki a tévét. Fogva egy ismeretlen tettes. Na igen, persze. Nagyon úrisra fest. Nikó, azt mondtam, az hogy... Az emberrabló egy piros Subaruban menekült el, a rendszáma OBTM3501. A te kocsid, igaz? Nadine, ne provokálj tovább. Mondtam már, hogy az én kocsim. Ennek a lúzernek Subaruja van. Pedig a lúzer úgy fest, mint aki ért a pénzhez. A lúzer pont úgy fest, mint egy lúzer. Ez az én kocsim, amit a saját pénzemből vettem. Saját pénzed? Igen, saját pénzemből. Na persze. Mintha te és azok a kőbunkó haverjaid nyílbe tudtatok volna ütni bármit is. Na ide, figyelj, mondok valamit. Ha úgy döntök, hogy elmegyek inni egyet a haverjaimmal, az érdekes módon mindig összejön. Igen. Ne húzz fel, jó? Belgium felé rövidebb. De Hollandiába megyünk. Hollandiába? Ezt mégis hogy értsem? Azt hittem, Larához megyünk. De most Hollandiába megyünk. Nem érdekel a rohadt Hollandia. Hollandia egy szar. Pont olyan, mintha otthon maradnánk. Nem, még rosszabb, mintha kelet lenne, csak nyugaton. Francba! De a strandok nincsenek úgy beépítve. Egész jó hely. Már jártam ott a családommal. Miket dumálsz itt? Hoppa be mindkettőtöknek! Kus legyen! Hajtsod ki, ki akarok szállni. Fejezd be a hisztit, de komolyan. Állj meg ott! Nadine, fejezd már be! Állj meg ott! Ne szorozz már, kérlek! Állj meg! Hey! Rohadt életben, ki akarsz nyírni minket, te kurva? Kurva? Nem egy kurvának nevezni. Annyiszor nevezlek kurvának, ahányszor csak akarom. Jól van, húzz el, te ribac! Húzz el, te köcsfe! Ne csapd be az ajtót, te kurva! Húzz már el! Ne csapd, te buta ribac! Mi van? Francba. Tényleg itt akarod hagyni? Ki készít ez a csaj?
vigyázz! Húzz innen, pöcsbe! Tessék, hozz valamit inni. Nadine! Nadine! Idióta barom! Mi van? Nem látsz a szemettől? Ne itt aludjál! Én sem értem, mi van. Ezt a barmot halálra gázoltatja magát. Ismerlek, tudom, hogy ki vagy. Tessék? Fordulj meg, nézz előre, egy fegyver szegeződik rád. Ide bent van. Ki? Ne szólalj meg. Úgy kell tenned, mintha nem lenne semmi. Tehát pszt, szipogj az orroddal. Egy az igen, kettő a nem. Ide bent van. Melyik az? A Porsche sofőr? Igen. A Porsche sofőr. Tudtam én. A Porsche sofőr. Na hát. Ez a szemétláda. Igen. Gyere ide. Következő. Mindjárt jövök. Figyelj, ezt kell tenned. Oda mész a kasszához, kifizeted az italokat. Tök normálisan, mintha nem lenne semmi. Utána kimész. Szép lassan és nyugodtan, ne kelts feltűnést. És ha azt mondom most, rohanni kezdesz. Csak fuss el. Ne fordulj meg. Fuss el a rendőrségre. Oké. Oké. Ha történne valami, és többé nem látjuk egymást, mondd meg anyámnak, hogy nem tehettem mást. Már el is felejtettem, milyen jó veled kell félni. Elállnak, kérem, a kocsijával! 12-kor? Jó, lazítsál, mindjárt elállok. Idióta. Nem te, egy barom a benzinkútnál. Ide figyelj, tedd rá a koreai címkéket, úgysem vesz észre semmit. El kell mennünk, fel is menj, gyerünk! A francba látod? Nyisd meg, mit csinált az a pas? Nyisd már! Nézd meg azt a barmot! Nézd csak meg! Teljesen bekaptam! Hát ez meg miféle alap? Köszönöm sincs. Mennyi őrült, futkos szabadon! Te agyatlan barom! Az ülésem, te! Minden rendben. Idióta. Ez a felvétel 2 órája készült. Egy benzinkútnál az A3-oson. Ez teljesen abszurd. Till biztosan nem állna össze egy bankrablóval. Pedig egyáltalán nem úgy fest, mint egy túsz. A bankrabló neve Frank Navroki. Büntetett előéletű lopás, rablás és testi sértés miatt. A támadás előtti napon bent járt a bankban a férjénél. Na és ez nem bizonyít semmit. A férje egyszer már összeütközésbe került a törvénnyel. Tessék? 2003-ban a férjét elítélték közveszélyes rongálás, valamint... Egy voltunk, és a kisé berúgott. A tett napján úgy 2:45-kor a vádlott szemmel láthatóan erősen alkoholos állapotban szándékosan betörte egy megvilágított reklámtábla üvegét egy fél literes üveggel, és tönkretette a benne található óriás plakátot. Egy teljesen bugyuta casting show plakátja volt. Igen. Miután a vádlottat két rendőrtiszt, Stein hadnagy és láncőrmester felszólította, hogy igazolja magát, disznózsaruknak nevezte őket. Ezek után láncrendőrőrmestert durva szavakkal illette. És tetlegesen bántalmazta, melynek során az őrmester egyenruhája erősen megrongálódott. Nekem ez úgy hangzik, hogy a férje hajlamos az agresszióra. Pontosan.
nem bírja az alkoholt, és azóta nem is ivott. Tehát csak egy órája értesült a rablásról? Igen, hiszen az előbb már mondtam. Annak ellenére, hogy ma reggel még beszélt a férjével telefonon. Igen, igen. Nem igazán figyeltem rá. Ugyanis veszekedtünk. Miért veszekedtek? Édes Istenem, most épp rossz paszban vagyunk. Esetleg anyagi problémák miatt? Mi? Igen, tudjuk, hogy hitelt vettek fel a házukra. Én ezt nem hallgatom tovább. Barmok. A francba a kerékpárosokkal. A francba. Hé, haver! Örülök, hogy kezdesz ellazulni egy kicsit, de nem tűnt fel, hogy egy hölgy is van a kocsiban? Ja, most már hölgy vagyok. Igen. Vegyél valami szépet. Ha hölgy lettem, úgy is kell kinéznem, igaz? Ciao, fiúk! Bén, kicsi kufirc társam. A nők mindegy formák. Száz méter múlva abszolút eléri az úti célját. Vajon miért gondolja valaki, hogy ez jó pofa? Miért szerinted mi a vicces? Forró, forró, a cél rendkívül közel van. Téged pofán csapni, az elég vicces lehet. Remek válasz. Egyébként pont most mentünk túl. Tök filkó, pont most ment túl rajta. Igen? Napo és Steel Tiger van itt. A hosszú küldött. Magadnál vagy? A harci nevem. Ez itt egy komoly üzlet. Fogd vissza magad, jó? Na. Helyes. Hello. Sokol vagyok. Hello, nap. Tél. Gyertek be, fiúk. Hogy is mondják csak? Csivcsara? Csivcsara. Hol tanultad ezt? Régen volt egy albán csajom. Neked? Igen, szuper kis csaj volt. Kerekfenék, nagy dudák, és ahogy szopott... Napo! Egy komoly üzletet kell nyílva ütnünk. Fogd vissza magad, jó? Megyek telefonálni. Most mi van? Most mi van? Nem érnek semmit a cuccok? Hozzád beszélek, haver! Az albánoknak gőzük sincs, hogy miük van. Hívd fel Hosszút! Hívd fel Hosszút! Hosszú, itt Till Tiger. Till Schweiger? Nem, nem Till Schweiger. Till ma reggelről. Figyelj, átnéztem a viratokat. Egy Kajmán-szigeti bankkötvényei. Eredetiek? 100%-ig. Mennyit érnek? A kereskedelmi értékük úgy 400 000 font. Az árfolyam körülbelül 1-2-1-3, szóval... Nagyjából 500 000. Add ide nappot. Igen. Oké. Na, mit mondott? Elviszük az egész cuccot 100 000-ért. 100 000-ért? Ezeknek gőzük sincs, 50 000-et leteszünk nekik a... Most befogod a pofád, és nem szólsz bele. Mozgás! Ez itt nem szülinapi zsúr, érted? Jó, jó, jó. 6, 7, 8, 9, 10. 100 000. Szuper. Köszönöm. Készpénz, készpénz. Erre innunk kell egyet, fiú. Mindenképpen.
Így, né? Minden rendben? Aha. Fiúk, jó volt veletek üzletet kötni. Hogy mondják albánul, hogy prosit? Gézuár. 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 Ez orvosság, fiúk. Orvosság. Szőlőcseppek kétszer párolva. Elárulok neked valamit. A szőlőt szép fiatal lányok a lábukkal tapossák. Még egyet. Ízlik? Valaki belejött. Ennek már örülök. Ízlik neki. Nem csodálom. Szerencsét az égnek. Pontosan. Van elég ebből a cuccból. Rosszit. Gézuár. Gézuár. Na, ez jól esett. Helyett a következő. Te miért nem iszol velem? Talán nem vagyok én neked eléggé gangster, ha? Minden rendben. Semmi sincs rendben. A fickó nyilván többre tartja magát. Mit figyelogsz? Kinevetsz engem? Viccesnek tartasz? Megmutassam, milyen vicces vagyok, igen? Maradj nyugtól! Mindig röhög a szaros balkáni vigyorával. Ne foglalkozz vele, egy kicsit beszélj. Mit akarod? Mit akarod? Hogy a fickó bocsánatot kérjen a viselkedésért, ezt akarom, ne nyújjon rám. Nyugi, fiúk, nyugi, nyugi, minden rendben, minden rendben. Mi van? Nyugalom, haver. Armando iszik veled. De én nem iszom vele. Már mindent elmondtam neked. Bementem a rendőrségre, és anya, nem kell aggódnod miattam. Nem tudom, hogy hol van. Nem kell. Ine gondoskodik Nikóról. Jelentkezem, ha van valami hírem. Jól van? Ne aggódj. Szia! Miriam? Benny? Hello. Már láttuk a tévében. Akartunk is jelentkezni, de gondoltuk, inkább nem idegesítünk mi is. Szóval ti sem tudtok róla semmit? A bankrabló futni hagyta. Haza is ugrott, de aztán megint elment. Túl kemény voltam vele? Szerintetek is miattam adta fel az álmait és a zenét? Ki mondja ezt? Ő maga. Ugyan már, ez butaság? Till maga akart kilépni a bandából. Rendes állást akart, szabadságot, lakáskölcsönt. És minket is rá akart beszélni erre. De Till már csak ilyen. Gyenge áramú rocker.
Haver, miféle alakokat küldött nekünk a hosszú? Na, 50-50-ben állapodtunk meg. 500 jár neked, 100 lejön a benzinre, egy meg kettő a védelemre és a házassági tanácsadásra. Tessék, a maradék 200. Elég egy-egyre hazáig és néhány szál virágra. Na, baby. Basszus, tökre ki vagyok. Ez a majom teljesen kikészít. Cherbourg, lazulj el egy kicsit. Oké. Kicsim. Figyelj, a következőket gondoltam ki. Keresünk egy csinos kis hotelt, aztán csapunk egy romantikus estét, jó? Épp most hívtam fel Lárát, hogy megyünk. Oké. De Cherbourgig még vagy 700 kilométer, ennyit nem bírok vezetni. Akkor vezetek én. Nadine, mire jó ez? De miért nem? Talán odaállok a konyhába, kötényt kötök, és nekiállok sütni, főzni. Menjünk Cherbourgba. Menjünk nyilvőbe. Nadine, mi ütött beléd? Mit akarsz abban a nyomorult Cherbourgban? Hogy mit akarok? Kikapcsolódni. Az ilyenektől, mint te. Itt maradsz is ma este, csapunk egy romantikus estét. Donár itt van a városban! Ma este élőben az Amsterdam arénában! Te meg mit keresel itt már megint? Nem látod, hogy épp egy romantikus estére készülök? Igen, pontosan! A romantikus este hármasban. Nadine! Mi az? Ne idegelj, kérlek, ne idegelj! Tessék! Kapolj csizma! Igen! Hé, hey, Napo, hogy tetszik az új stílusom? Csap vele! Ez az. Igen. Még egy. Ki van itt egy utcatűnt, gyere? Hú, én vagyok anyok irány. Nézd azt az őrültet, hogy néz ki? Hagyd békén az emberek egy, gyere már végre! Elég volt! Oh, 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 Lassan. Le.
Gyere. Vele mi lesz? Felnőtt férfi, majd csak elboldogul. Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet? A hírnevem forog kockára. Tudod, ki volt ez? Jogalom, ez egy tuti tippi, tud sem ismer senki. Ezt nem hiszem el! Nem hiszem el! Itt úgy sem ismer senki? Holnap a címlapokon, és Weiger az Amsterdami Striptease bárban. Na, köszönöm! Mi van? Nem érted? Talán franciául beszélek? Motyó! Adj egy autógramkártyát. Gyerünk! Ilyen nincs! Hogy hívnak? Hol szerezted ezt a cuccot? Jó, mi? Dunár! Dunár a legkirályabb! Dunár! Dunár! Minden is magamra varrattam! Azta! Mi ez a szuper merda? Pont tökéletes a mi kis hármasunknak! Beszállás! Igen! Engedjetek középre! Elnézést, egy német fickóra várok, a neve Till Schweiger. Igen, én vagyok a Steel Tiger! Tigris lányokkal! Hey, érdekelnek a golyói? Igen, igen, persze, megnézném. Megnézném én is. Akkor irány a Dorán koncert! Ez igen. Halló, itt a Reiner család. Nem vagyunk itthon, vagy nem tudjuk felvenni a telefont. Hagyjon üzenetet a sípszó után. Hello, it's Nick. Épp most találkoztam a barátoddal. Férje! Férje! Sokat hallottam Németországról, és imádom a német filozófiát, például Kantot. Ó, egek, az a Kant. Igen. Egyébként mi a franc van veled, baby? Mi a baj, kislány, mert... Till, egy kurvára belevaló gyerek! De mennyire? Adire! Hallottad ezt, Miriam? Már nincs rád szükségem. Szóval, boldogulj csak egyedül! Soha többé nem kell lesz! Adj egy puszit Nikónak a nevemben! Till! A francba! Önnek 21 új üzenete érkezett. Ez tök jó volt, Snake! Te pedig egy belevaló gyerek vagy! Ez a rohadt ribanc csak elmehet a pokolba, igen! Csak egy apróság még. Egy apróság. Mi a szart akarsz? Oké, közelem. Igen! Hey, te gazember! Te rohadék! Ki csinálod? Hey, fiúk, elég volt! Menj innen a francba! Irány a színpad! Mit képzelsz magadról? Gyertek! Imádlak, Snake! Nyugalom! Jó van, semmi gond. Nyugalom, hey, higgadj le! Olyan jó volt! Akarsz még 10 000? Ne csináld, itt a pénz! Ne szed! Vágj zsebbe! Aj, Miriam, nem tudom, mit csináljak. Nikó nem akar aludni. De holnap már otthon is vagyok. Remek. Ha baj van, bármikor felhívhatsz. Nincs miért aggódnod. Nem egészen. Idő alatt valami gond a szőnytársáról beszél, amiket el kéne zárnom. Figyelj! Előbb-utóbb el fog aludni, nem lesz semmi gond. Most le kell tennem. Szia! Jó, gyere ezeket most, mind szépen! Mi történt? Egy rendőrautó telibe vágott egy Citroen, de úgy igazán. Mégis mit képzel?
A kurva életbe! Mindjárt visszajövök. Ezt mégis hogy a frászba képzeled, ember? Normális vagy? Nekem jössz! Azt még neked áll följebb, te barom! Egyáltalán hogy mersz kiabálni velem, ha? Te akarod innen a francba? Kinyalhatod a szengemet, de nagyon sürgősen, te holland hülye gyerek! A végén még hívom a rendőröket, aztán megnézheted magad! Igen, tényleg szeretnéd, hogy hívjam a rendőröket? Kuss legyen már, fogd be a mocskos pofára, te volt! Persze! Aztán... Franc, legyen már! Mit képzelsz magadról, te barom? Tűl! Nyugalom! Mit keresel itt? Mi van? Mit keresel itt a kurva életben? Örüljek, hogy a kocsit végre összetett! Mindjárt itt vannak a zsaruk! Kifizetem neked az egészet! Mindjárt itt vannak a zsaruk! Mit szarozom? Elég volt! Az egészet! Nyugi, majd én intézem! Ne ezt már itt az eszedet! 10 000 euró! Pénz nem gond! Mi jutott belé? Én nem adom fel! Mi történt, te idióta? Sose adom! Mit üvesz fel a kocsorról? Nézd meg! Táncolok! Táncolni akarok! Még sose táncoltam egy rendőrautó tetején! Mi ez itt? Mi ez itt, öreg? Táncolok! Elég volt ebből! Lenyújtad az albánok pénzét? Tudod, mit jelent ez? Hiszen csak kölcsön vettem. Fogalmat sincs, hogy mit csináltál. Kinyírnak minket, haver! Hogyan? Azok túlságosan hülyék közze. Ó, hát ez... Hé! Ez nem jó. Francba! Francba! Ó-ó! Basszus! Francba! Szállj ki, te hülye! Francba vele! Igen, a francba! Francba! Gyere vele! Gyere már, te idióta! Au! Ne fogj ilyen erősen! Ez fáj! Nem akkor hallod? Ujjede! Elmentem a Donár koncertbe! A iskolvádásnak koncert? Nem! Tani Ambugai Parkba, Fulton Hotel. Együtt énekeltem Snake-kel. Ott kellett volna lenned. Fogd be a szád, öreg! Fogd csak pénz kellett! És tudom, hogy mi van a szemkötője alatt! Szia! Hozd a cuccokat, már is indulunk! Van itt minibár? Soj végre, fogd be a mocskos pofát! Igyekezz! A csaj igazán szuper! Te pimasz vagy? Kussolj már! De azért mi van, öreg? Igyekezz! Igyekezz! Hát én, te csak jó csaj vagy! Francba! Most mi van? Maradj csendben! Ihatnánk még valamit. Vagy elutazhatnánk. Napo? Fordulj balra. Vagy mondjuk fordulj jobbra. Hey! Le kéne a kumoskóni! Stop!
Lara. A férjem odakintről lopott egy autót, ezt a rendőrségtől tudom. Járnia kellett itt. Rendőrség? Igen, rendőrség. Itt Amsterdamban. Ők mondták, hogy azt a balesetet a férjem okozta. Hé, Armando. A neve T. Reiners. Nem látta véletlenül? Nem. Bocsásson meg. Azt hiszem, én láttam a férjét. Hol? Pontosan a csatorna túloldalán. Jöjjön. Kilométer múlva visszatérünk az autópályára. Előbb meg kell szabadulnunk kettől. Na, gyerünk, szállj ki! Azt mondtam, szállj ki! Nézd, mit csináltál! Messze! Remélem, soha többé nem látlak. Halló? Till Reiners, nálad van? Ki beszél? Till Reinerssel akarok beszélni. Kapd be! Add ide a fickót, vagy a csaj halott! Till... Igen? Valaki beszélni akar veled. Till! Miriam! Till, sajnálom, meg akartalak keresni! Miriam! Till! Az fal! Ha Ilda akarod viszont látni, légy egy óra múlva a Kránstráton a kikötőben. Állott egy daru egy elhagyatott gyárnál. Megértetted? Kránstrát a kikötőben. Régi gyár, igen. Semmi cirkuszt, zsarukat meg ilyesmit. Nem, dehogy. És ne gyere a pénz nélkül. Elkapták Miriamot. Francba. Vissza kell mennünk. És aztán? Nem tudom. Beszélek velük. Miről akarsz beszélni velük? Ezek a háborúban nőttek föl, kinyírnak, és Miriamot is. De nem hagyhatjuk őt ott! Megmondtam neked, öreg. Hívd a zsarokat. Akkor végezzek vele! Valahogy ki kell szabadítanunk. Mi ez a több beszám? Talán én nyúltam le a rohadt albánok pénzét? Akkor egyedül csinálom. Till! A fickó eléggé túllőtt a célon. Én kiszálltam. Tényleg magának köszönheti a bajt? Azt hiszem, nem tudom, hogy megint balhét csináltál. Az a sok pénz, ez az autó. Te rángattad bele a szarba. Miattad van itt a szerencsétlen. Gyáva vagy. Egy pillanat, jó? Ez a helyzet. Csak észszerűen viselkedem. Észszerűen? A francokat vagy észszerű. Ismerd el, hogy be vagy szarva. Elnézést! Elnézést! Igen? A kikötő! Harbor! Over there, please! Thanks!
Idegesítő ez a program. Ott van. Hol? Ott a bringán. Rajta tapos bele! Tapos bele! Francba! A lépcsőn. Mire készül? Félek arra, amire gondolok. Nem segítesz neki? Azt csinálom, mint legjobb sofőr a meneküléshez. Morning. Our money holdings are secured with time lock. I know. 5 minutes no longer. Sokáig. A banknak időzáros a pénztára. Francba, mi lesz már? Csipkedd magad a hétszentségét! És most? Vidd el a kocsit, majd jövök. És te? Megoldom. Francba!
Give me the money! Don't move! I'm sorry, but I have to save my wife. Ott itt ezt a vacskot! Hol vannak a töltények? It's okay, sit down. Hey! Are you just as much of a boy plot with the scene? Ah, cosa ti dirò? Itt a pénzetek. Armando! Urdra! Várj! Állj meg! Tedd le azt a fegyvert, azért jöttem, hogy átadjam a pénzt. Minden rendben, öreg. Minden rendben. Itt van a pénz, de kell a lány. Látni akarom. Armando! Miért tudod, hogy minden rendben, fiúk, semmi bajom veletek, tényleg. Nem ezt akartam, komolyan, a fickó egyszerűen bekattant. De szereti a feleségét, érted? Bármit megtenne érte. Gyerünk már. A falka zördül, a falka békül, oké? A falka zördül, a falka békül. Minden rendben. Várj, levesz az. Háromra, jó? Egy, kettő. Hol van Till? Gyere velem. Till! 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 Miriam! Till!
Mindig azon gondolkodtam, mi van, ha meghalunk. Egyszerűen mindennek vége. Csak valami óriási feketeség, vagy egy fehér, csillogó fény. Vagy odaát mégis angyalok várnak, akik a nevünkön szólítanak. Erre majd valamikor később kapok választ. Ez megy a titkos szolgálatnak, az Interpolnak. Napó kihúzott a szarból. Magára vállalta az egészet. Bankos fickóra? Azt hallotta, hogy a másik fickó lőtte meg. Így kényszerhelyzetben cselekedtem. Persze csak jogilag nézve. Ennek ellenére még 3 hónapot tölthettem el ebben az építészetileg pompás intézményben. Elég idő néhány komoly üzlet megkötésére. Ezt hívják itt all-round managementnek. De ez nem az én világom. A végén csak egy valami fontos. Aki vár rád, amikor az egész zűrzavarnak vége. Á, apa! Hát itt van az én kis törfém. Ó, de megnőttél. Hiányoztam? Igen. Te is nekem. Na, Bankrablum? Na? Bankban többé nem dolgozhatok. Nem is kell. Már főállású apuka lehetsz. Nagyhogy. Végül találtunk vevőt a ronda táskáinkra. És ez részben a te bűnöd is. Hey, Nyúnyó is megkerült? Spanyolországban volt. Spanyolországban? Igen, onnan küldte el neki valaki, feladó nélkül. És Till, még valamit. Ha meg akarsz minket látogatni, sok szeretettel vár. Megmondom, hol. In der Stadt heute Abend live in der Außergabung. Die konnte lutschen. Na, wo? Wir haben hier einen seriösen Job zu erledigen. Wir haben hier ein seriöses Geschäft zu erledigen. Wir haben hier einen seriösen Job zu erledigen. Sorry, ich krieg's nicht mehr zu. Mal bitte wieder mal! Mann! Geh gleich nochmal. Fahr rechts ran! Danke! Du bist ja kick hier. 16.000, 18, scheiße. 18.670 Euro, Entschuldigung. Ja, was ist, beweg dich. Vom Dummen rumgucken wird da kein Braten draus. Ich kann mal telefonieren. Polizei. Wenn meine Mutter anruft, ja? Telefon aus! Rauschwach! Geil! Was? Wer? Bitte? Die zu, Alter! Was denn jetzt, Alter? Das Zeug nicht wert oder was? Sag mal was, wo soll ich dich schubsen? Hier oder was? Hallo, hier ist Till Tiger. Nee, nee, du, nicht der Till Schweiger. Hier ist der Till! Mando! Ja,
Dann müssen wir wohl wenden, oder? Okay. Oh, oh. Boah, hier stinkt das, Alter. Bah! Das war das ein Sinn. Boah. Ich weiß nicht, warum ihr grinst. Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß, bist du selbst. Richtig ist, was du für richtig hältst. Fühl dich frei. Fühl dich frei. Lass dir nichts erzählen von deinem Gegenüber. Wenn eure Meinungen nur kollidieren, dann redet drüber. Ganz egal, wie du das siehst. Drück es aus, du machst dich nicht nur beliebt, wenn du Brücken baust. Mach dich gerade, beuge oder bück dich nie. Du musst dir klar sein, nur du bist deines Glückes Schmied. Zeig nur das, was du zeigen willst. Und denk daran, wer nicht schreit, bekommt noch keine Milch. Schaff dir Platz, wenn dir dein Umfeld zu eng ist. Geh und hol's dir, weil du es nicht geschenkt kriegst. Weil deine Zeit hier nur begrenzt ist. Genieß dein Leben ständig. Du bist länger tot als lebendig. Verstehst du? Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß, bist du selbst.